Kísérletünkben az Archimédészi csigasorral fogunk megismerkedni. A csigasor két mozgó csigából és egy álló csigából áll. Mindkét mozgó csiga egy-egy kötél végét fent rögzítjük, a jobb oldali mozgó csiga másik kötél végét pedig hozzáerősítjük a másik mozgó csigához, amelynek a tengelyét terheli. A bal oldali mozgó csiga másik kötél végét egy álló csigán keresztül átvetjük, és a lent található súlyt ezzel tudjuk ellensúlyozni. A csiga rendszer lényege, hogyha én ezt a súlyt lehúzom, akkor látszik, hogy a jobb oldali súly kevesebbet emelkedik. Ha ezt a rendszert elengedem, akkor a rendszer gyorsul. A két mozgó csiga súlyát előzetesen lemértük. A két mozgó csiga együttes súlya 1 newton. A mozgó csiga alján lévő súly 2,6 newton súlynak adódott, így az összteher, amit fel szeretnénk emelni, 3,6 newton. És nézzük meg, mekkora erővel tudjuk ezt ellensúlyozni. A csigasorban kettő darab mozgó csiga található, tehát az elmélet szerint kettő a második hatványával, vagyis ennek a súlynak a negyed részét kell, hogy mérjük. Ezt nagyon szépen mutatja a rugós erőmérő, tehát a 3,6 newton össúlyt 0,9 newtonnal tudjuk ellensúlyozni. Nézzük meg, hogy a két súly mekkora távolságot tett meg. A mérőszalag segítségével lemérjük a baloldali súlynak a távolságát, hogy mekkora távolságot tett meg. Ez 30 cm-nek adódik. Nézzük meg, hogy a teher mekkora távolságot tett meg ez idő alatt. A távolságnak 7,5 cm-t mérünk, ami igazolja az állításunkat, vagyis akkor ezek szerint a nagyobb teher negyed akkora úton mozgott, mint az ellensúlyozó erő.